oltáskampány. Az oltások felgyorsítására van szükség Klaus Johannis államfő szerint, azonban továbbra sem látja be, hogy szükség van a beoltatlanok bizonyos szintű korlátozására. Egészségügyi infrastruktúra. Kolozs megye tanácsa aláírta az új regionális sürgősségi gyermekkórház tervezésére vonatkozó szerződést. A kórház megépítése a megyei tanács valaha volt legnagyobb projektje. Gályá. A Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkba érkezett Luke Jerome, brit képzőművész, látványos földinstallációja, amely Kínától Európán át egészen az Egyesült Államokig körbejárja a világot. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Nem támogatja újabb korlátozó intézkedések bevezetését Klaus Johannis államfő a koronavírus ellen beoltatlan személyekkel szemben. Úgy véli, nem szabad diszkriminálni azokat, akik nem oltatták be magukat, hanem az országos oltáskampányt kell hatékonyabbá tenni. Az államfőt az újságírók faggatták arról, hogy támogatja egy szigorúbb korlátozó intézkedések bevezetését a beoltatlan személyekkel szemben vagy sem. Klaus Johannis szerint ez diszkrimináció lenne. Chiar dacă este posibil să se introducă anumite restricții pentru persoane nevaccinate. Noha lehetséges, hogy bevezetnek korlátozó intézkedéseket a beoltatlan személyek esetében a nem életbevágóan fontos területeken, mint ahogy mondják például vendéglőkben, mozikban, ez nem oldja meg a problémát. A problémát a tömeges oltás oldja meg. Már a járvány második évében vagyunk, nem fogadok el olyan intézkedéseket, amelyek diszkriminációhoz vezetnek. Nem diszkriminálással, hanem oltással lehet legyőzni a járványt. Az egészségügyi dolgozók kapcsán az államfő azonban már másként nyilatkozott. Szerinte elfogadhatatlan, hogy az egészségügyben dolgozók ne legyenek beoltva. Mint fogalmazott, egyrészt az adófizetők zsebéből működik az egészségügyi rendszer, másrészt pedig az emberek azért mennek kórházba, hogy meggyógyuljanak, nem pedig azért, hogy egy oltás ellenes orvostól elkapják a koronavírus fertőzést. Arra a kérdésre, hogy szükséges lenne az oltást javadalmazó intézkedésekre, mint például nyeremény sorsolásra vagy vakációs utalványokra, az államfő azt mondta, ha ettől nő az oltáskedv, támogatja a kezdeményezést, de meg kell nézni, hogy honnan teremtik elő az erre szükséges forrásokat. Jelenléti oktatással kezdődik az iskola szeptember 13-án. Ezt a Rigno Piano oktatási tárcavezető hangsúlyozta egy sajtótájékoztató keretében. Nagyon derűlátó az oktatási miniszter a járványhelyzet alakulása tekintetében. Szorinkő Piano úgy fogalmazott, nincs jövőbe látó kristálygömbje, de meglátása szerint az iskola minden tanuló számára jelenléti oktatással kezdődik szeptember 13-án. A tárcavezető már korábban is amellett foglalt állást, hogy a tanintézményekben fizikai jelenléttel történjen az oktatás, meglátása szerint ugyanis az online tanítás miatt sokan lemaradtak a tananyaggal. Bazându-mă pe informațiile pe care am în limite de competență. Azokra az információkra alapozva, amelyek a hatáskörömbe tartoznak, vagyis arra, hogy az egészségügyi óvintézkedéseket csak nem olyan szigorúan betartották az iskolákban, mint az egészségügyi intézményekben, arra, hogy minden más területen dolgozóval szemben a tanügyi alkalmazottak nagy része be van oltva, arra, hogy az oltás szükségességét népszerűsítő akciókat helyeztünk kilátásba, világosan amellett foglalok állást, hogy az új tanév minden diák számára jelenléti oktatással kezdődjön el. Ne legyenek különböző forgatókönyvek. Jogomban áll optimistának lenni. Hozzátette, az egyetemek rektoraival folytatott konzultációkon utóbbiak is a jelenléti oktatás mellett foglaltak állást. Újságírói kérdésre válaszolva Kömpjánó a középiskolai felvételi módszertanáról is beszélt. A tárcavezető arról biztosított, hogy a módszertan a jövő évben sem változik meg. Azt mondta, módosításokat leghamarabb a 2023-as évi felvételire lehet bevezetni. Hozzátette, az egyetlen módosítás az lesz, hogy a dolgozatok javítását informatizálják, hogy kiszűrjék az emberi szubjektivitást. 200 millió lejjel egészíti ki augusztus 21-től a Roncsautó Plusz program költségvetését. Egy héttel később, augusztus 28-án újabb 200 millió lejjel a programra pályázók rendelkezésére. Erről a Környezetvédelmi Alap adott ki közleményt. A Roncsautó program keretében egyébként azok, akik leadják 8 évnél idősebb gépkocsijukat, 7500 lejes támogatásban részesülnek új autó vásárlása esetén. Ehhez további 3500 lejes árengedményt kaphatnak, amennyiben hibrid autó mellett döntenek.
A Roncsautó Plusz keretében 45 ezer lejes támogatás jár elektromos gépkocsik és 20 ezer lej hibrid autók vásárlása esetén. Ehhez adódik hozzá a 8 évnél idősebb gépjármű forgalomban való kivonásaért járó összeg. Mielőbb oldják meg annak a telleknek az ügyét, ahová a marosvásárhelyi égési sérülteket ellátó központ épül. Erre szólította fel a Maros megyei és a Marosvásárhelyi tanácsot mai sajtótájékoztatóján a liberális Ciprián Dobre. Azt mondja, ellenkező esetben a helyi és a megyei testület liberális képviselői nyújtják be a szükséges határozattervezetet. A kormány múlt héten határozatban jóvá hagyta egy égési sérülteket ellátó központ építésének műszaki gazdasági mutatóit a Marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházban. A Maros megyei tanács egykori elnöke, a liberális párt megyei elnöki tisztségére pályázó Ciprián Dobre szerdai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a megye és a város kötelessége mielőbb kibocsátani a határozatot, amely az egészségügyi minisztérium rendelkezésére bocsátja az érintett telket. Nagyon egyszerű a megoldás, nem a holdra szállásról van szó, sem bonyolult matematikai számításokról. Egy osztozkodási iratról van szó, a telek két intézmény közötti felosztásáról. Hangsúlyozta, a két tanács hétfői kiadhatja a szükséges határozatot. Ellenkező esetben a testületek liberális képviselői nyújtják majd be a határozat tervezetet. Kifejtette, egyszerű jogi eljárásról van szó, önkéntes megosztásról. Mint mondta, van finanszírozás, 60 millió eurónak kell a megyébe érkeznie, azonban telek hiány elvesztődik a projekt. A Marosvásárhelyi Szívérrendszeri és Transplantációs Intézet vezetője is cselekvést sürgetett az ügyben. Íme egy különböző okok miatt évekig stagnáló projektet felélesztettek és körvonalazódni látszik. Meggyőződésem, hogy mindannyian akarjuk ezt, de itt a cselekvés ideje, a szavaké lejárt. Elmondták, a regionális központ több mint 4000 négyzetméteren terülne el, a többszintes épület 25 műtőszalont, 44 ágyas intenzív osztályt is magába foglalna. A sajtótájékoztatón szó volt a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szervezetének szombati, augusztus 7-i belső választásairól is. Ciprián Dobre a megyei szervezet elnöki székéért száll versenybe, Krisztián Kirtes jelenlegi elnökkel szemben. Horácius Szúcsú és Mara Togonel a két első alelnöki székre pályázik. Ciprián Dobre és csapata országos szinten Ludovik Orbán kihívóját, Florin Kücut támogatja a liberális párt elnöki tisztségére. A járvány ellenére mintegy ötödével nőttek a bérek a hazai vendéglátóiparban. Ez derült ki a legnagyobb hazai online munkaközvetítő platform az eJobs legfrissebb felméréséből. A béremelések dacára az iparban tevékenykedő vállalatok közel háromnegyede munkaerőhiánnyal küzd. A felmérést júliusban készítette az online munkaközvetítő platform összesen 102 vendéglátóipari vállalat képviselőinek megkérdezésével. Ebből az derül ki, hogy mintegy 20%-kal nőttek idén a bérek 2019-hez képest a szálloda, étterem és kávéház működtető ágazatban. Noha a járvány számos vendéglátóipari egységet a csőd szélére sodort, az ágazat munkaerőpiacának sikerült újra elérnie a világjárvány előtti szintet. Az érintett vállalatok közel 60%-a étkezési utalványt, 32%-a különböző prémiumokat biztosít az alkalmazottainak, 24%-uk elszámolja az úti költségüket, és ugyancsak 24%-uk tovább képezi is őket. Ennek ellenére 85%-uk munkaerőhiányra panaszkodik, mintegy 44%-uknak 5 betöltetlen állása van, negyedüknek 10 új alkalmazottra lenne szüksége, 17%-uk pedig 20 állást is kínál, de alig akadnak jelentkezők. A helyzet orvoslása érdekében a vállalatok 23%-a külföldi munkaerőt alkalmazott. A vendéglátóipari munkáltatók szerint a munkavállalók elvesztették a bizalmukat az elmúlt másfél évben a csőd közeli és gyakran fizetésképtelenséggel küzdő iparággal szemben. A norvég alap mintegy 215 millió eurós támogatásától esett el Magyarország, erősítette meg a norvég külügyminisztérium. A magyar kormány már hiába tárgyalna a támogatás elosztásának módjáról, az adományozó fél lezártnak tekinti az ügyet. A norvég külügy egyértelművé tette, hogy a támogatás nem csúszik, hanem Magyarország számára elveszett. A donor egy teljesen politikummentes elosztót követelt, ezt a feltételt a magyar hatóságok azonban nem teljesítették. A konfliktus forrása az volt, hogy a magyar kormány megvádolta a norvég alap civil társadalmi célokra és szervezetekre vonatkozó részének elosztását végző Ökótárs alapítványt, hogy az általa finanszírozott szervezetek pártpolitikai tevékenységet folytatnak. Ine Marie Eriksen Søride, norvég külügyminiszter úgy nyilatkozott,
sajnálja a magyar civil szervezetek anyagi veszteségét, és megpróbálnak más megoldást keresni a problémára. A Hargita megyei mentőszolgálat alapszintű újraélesztést oktató képzéssorozatot indít a térség számos településén. A felkészítőn ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a lakosság vészhelyzetben közbeléphessen és akár életet menthessen. A Hargita megyei mentőszolgálat által indított alapszintű újjáélesztés maraton július 28-án kezdődött és egészen augusztus 27-ig tart. 31 településen tartanak alapszintű újraélesztést oktató képzéssorozatot. A sorozatot szerdán Csíkszeredában indították, ahol a mentőszolgálat idei tevékenységét szemléltető statisztikai adatok is szóba kerültek. Többek közt kiderült, hogy tavaly közel 35 ezer segélyhívást regisztráltak, valamint 1,5 millió kilométert tettek meg a járvány ideje alatt. Az alapszintű újraélesztés fontos, hogy ismerjük, hiszen a hirtelen szívhalálkor másodpercek, perceken múlik az, hogy újra fogjuk-e tudni éleszteni a bajba jutottat. Itt a rendelkezésünkre álló babákon a lakosok tudják gyakorolni az alapszintű újraélesztés lépéseit, vagyis a 30 mellkas kompressziót és a 2 befúvást. Elméleti felkészítőt is tartottak az érdeklődőknek, amelyben ismertették a segélyhívás helyes módját, és hangsúlyozták azt is, sok időt nyer a mentős csapat, ha valaki útbaigazítja őket a helyszínen. Részletezték a hirtelen szívleállás esetén fontos teendőket is. Az oktatásban tanultakat a résztvevők kipróbálhatták az élethű manőkeneken is. A képzéssorozat folytatódik. Városokban reggel 10 órától egészen délután 15 óráig lesznek jelen a mentősök, kisebb településeken pedig reggel 10 órától délután 13 óráig. Kolozs megye tanácsa aláírta az új regionális sürgősségi gyermekkórház tervezésére vonatkozó szerződését. A kivitelezőnek 11 hónap áll rendelkezésére, a 62 ezer négyzetméteres épülettervének elkészítésére. A kórház megépítése a megyei tanács valaha volt legnagyobb projektje. Aláírták a kolozsvári regionális sürgősségi gyermekkórház tervezésére vonatkozó szerződést. Ennek értelmében a tervező cégnek 11 hónap áll rendelkezésére, hogy megtervezze az épületet, ezen kívül biztosítaniuk kell 4 évre a műszaki konzultációt a beruházási folyamat során. A nemzetközi ötletbörze nyertesének nevét még júniusban nyilvánosságra hozták. Vákár István, a megyei önkormányzat alelnöke híradónak elmondta, a most aláírt szerződés ugyan kislépésnek számít az óriás projekt keretében, enélkül viszont nem lehetne megvalósítani a kórházat. Az építkezés az övezeti rendezési terv és a műszaki terv véglegesítése után kezdődhet el. Ez egy eléggé komplex építkezés, úgyhogy valószínű, hogy 3 évre lesz, de majd akkor, most még erről nem beszélhetünk, még nem kezdődött el, az óra nem indult be arra 2 vagy 3 évre, amit majd az építkezés fogja jelenteni. Szeretnénk, ugye ezt mindig beszéljük a kollégákkal, az elnökkel, hogy jó lenne ebbe a mandátumban legalább úgymond pirosba felhúzni, hogy tudjuk, hogy valamit, konkrétumot is tudunk bemutatni, nem csak látványképeket. A sürgősségi ellátást is biztosító létesítmény megépítése a megyei tanács évek óta dédelgetett álma. A Borháncs és Szopor utca között elhelyezkedő területre tervezett épület egységesíteni a városban jelenleg több helyszínen működő gyermekkórház osztályait. A projekt 150 millió eurós finanszírozásban részesül az országos helyreállítási alapból. A megyei önkormányzat jelen pillanatban arra vár, hogy ez az összeg lehívható legyen, tette hozzá Vákár István. Tekerj és trekkelj címmel tette közzé főként kerékpározóknak szánt felhívását a Felcsik Kistérségi Társulás. Szeptember 5-ig tartó kezdeményezésükben azokat a felcsíki, erdei és mezei útvonalkat szeretnék összegyűjteni, amelyeket szívesen használnak a biciklisek. Odaírom, biciklivel nem járható. Böjte Csaba ferences szerzetes a bicikliutak online elérhetőségének hasznosságáról beszélt azon a sajtótájékoztatón, ahol egy felcsíki térkép készítésére hívták meg a kerékpározókat. Csaba testvér a hétvégén több mint 200 kilométert tett meg kerékpáron Torockótól Csíksomlyóig. Tapasztalata szerint a rendszeres biciklizés erőben tartja az embert, ezért is gratulált a kezdeményezéshez. Minden egyes leadott ilyen útvonal, e-mailen elküldött útvonal, ez sósegynek számít,
A Pottyontól Hargitafürdőig, Csíkszeredától Balánbányáig, hegyi és mezei úton kerékpározók útvonalait, trekkjeit várja a Felcsík Kistérségi Társulás. Ehhez le kell tölteni a Gaia.gps applikációt, és regisztrálni kell rajta. Meg egy e-mail személyi jelszó is van, bent is van. Az applikációban van egy olyan lehetőség, hogy recording, tehát felvetetés, és elindítja azt. Menet közben pedig, hogyha lát egy érdekességet, vagy egy forró pontot, talán kutyák vannak, eszten a van, netán szemetet talál valami, akkor azt érdemes megörökíteni, fotóval. Ott a fotó révén egyből egy GPS koordináta is kreálódik. Próbáljuk a hegyeink tekintetében is, ott turista ösvények, turista útvonalakat tekintetében keresni a jó megoldásokat. Hargita megye tanácsa több mint 10 éve kezdte el a turista útvonalak és hegyi kerékpárutak kijelölését, kiépítését, mondta Borboly Csaba elnök a sajtótájékoztatón. A beküldött útvonalakból készülő térkép kiegészíti ezt a munkát, fontos eszköze lesz a hegyi mentőknek. Egy ilyen út, amit beküldenek az emberek, egy balesethez kivonuláskor is nekünk nagyon hasznos lehet. Éppen ezért minden utat, amit beküldenek, szeretnénk lejárni, szeretnénk ellenőrizni, és ennek alapján ugye készül majd a térkép, amit úgy, hogy azért mi is javasolunk, hogy tényleg ezek az utak azok, amelyek kerékpározhatóak, és amelyek balesetmentesen végigjárhatóak. A kezdeményezők szeptember 5-ig várják a digitális útvonalakat, trekkeket a Tekercsíkban Facebookos csoportban. Az első 5 feltöltő vásárlási utalványt nyer, ugyanakkor azok között, akik regisztrálnak és fotóval ellátott útvonalat küldenek be, egy kerékpár, illetve 2000 lejes vásárlási utalványt sorsolnak majd ki. Szombattól tekinthető meg a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban Luke Jerram brit művész Gaia címet viselő látványos háromdimenziós fényinstallációja. A műalkotás a Lights on Romania és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat jóvoltából került a városba. Gaia a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban kialakított mesterséges tó fölött lebegve várja a látogatókat. Megálmodója Luke Jerram bristoli képzőművész 20 éve a szobrászat, az installációk, valamint az élőművészet terén is számtalan kiemelkedő alkotást jegyez. Művei a világ szinte minden országába eljutottak már. A Gaia című alkotása 7 méter átmérőjű, felületének minden centimétere a bolygó felszínének 18 kilométerével méterarányos. A képzőművész a NASA felvételei alapján készítette a részletgazdag installációt. Az alkotás célja nem csak az volt, hogy megmutassuk az embereknek, hogy milyen nagy ez a bolygó, és hogy minél közelebb hozzuk a Sepsiszentgyörgyiekhez ezt a bolygót, hanem az is, hogy felhívjuk a figyelmet a környezettudatosságra, arra, hogy igazából mennyire törékeny ez a mi otthonunk, és hogy a mi feladatunk az, hogy vigyázzunk rá. Mindazok, akik megcsodálják az alkotást, díjmentesen készíthetnek fényképeket délutánonként az erre az alkalomra felállított fotóstannál, valamint közösen tekerhetnek az alkotás mellett elhelyezett tandemkerékpáron. Az önkormányzat ugyanis a város születésnapi alkalmából kiegészítő tevékenységet is kínál a látogatóknak, tekerjünk közösen 560 km címmel. A tandem biciklivel a városlakók az 560 kilométert nagyon gyorsan letekerték, 4 nap alatt sikerült összehozzuk ezt a kilométert, így megemeltük a tétet 1332 kilométerre, ugyanis ekkor történt az első feljegyzés, hogy Sepsiszentgyörgy akkor vált önálló településé, és a fotóbútot is lehet használni, 1400 fotót készítettünk eddig a látogatókról, várjuk továbbra is őket. A Gaia vándorkiállítás, mely Kínától Európán át egészen az Egyesült Államokig körbejárja a világot. A műalkotást eddig 4 romániai városban állították ki, Sepsiszentgyörgyön már az első napon rengeteg érdeklődőt vonzott. A fényinstalláció augusztus 8-áig díszíti az Erzsébet Parkot. Újabb ére Magyarországnak, sporttal folytatjuk. Egy ezüstéremmel gazdagodott Magyarország a Tokiói Olimpia szerdai versenynapján. Ezen a napon az erdélyi magyar sportolók közül a 3. Ince Kriszta is befejezte szereplését.
Nem sikerült megismételnie fivérének, Lőrinc Tamásnak az egy nappal korábban elért aranyérmét. Lőrinc Viktornak meg kellett elégedni az ezüstéremmel. A férfiak kötött fogású birkózása 87 kg-os súlycsoportjának döntőjében. Lőrinc Viktor az ukrán Chen Belenyuk elleni döntőben szünetben még vezetett, a második félidőben azonban az ellenfele kétszer is átfordította, így ukrán aranyérem született. Vereséget szenvedett a Vigaszágon a Sepsiszentgyörgyi Ince Kriszta a női 62 kg-os birkózó versenyben a lett Anasztázia Grigorjevától, így nem folytathatta a küzdelmet a bronzéremért. A mérkőzésen nagyon sok pont született, az ellenfele meglepte az elején Incét, akinek sikerült visszahozni a hátrányból, a végén azonban kockáztatott és lett ellenfele lekontrázta. Nem volt jobb nálam, én azonban túlságosan izgultam, mondta a meccs után az erdélyi magyar sportoló, aki azt ígérte, 3 év múlva Párizsban már éremért fog utazni. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött az 5. székelyföldi körverseny a Marosvásárhelyi középkori várban. A csapatok bemutatása és az ügyességi versenyek után mindenki készen állt a mai indulásra Marosvásárhely főteréről. 4, 3, 2, 1, idén 15. alkalommal rendezik meg a székelyföldi kerékpáros körversenyt. 2006-ban regionális versenyként indították útjára, de hamar kinőtte magát, rövid időn belül nemzetközi besorolást kapott. Ebben az évben Kambodzsából érkező versenyzők is indulnak. Az esemény történetében először részese Maros megye is a versenynek, így mindhárom Székely megye útvonalain végig tekernek a versenyzők. Az útvonal az minden évben más, az idén egy kicsit könnyebb is, mondták a versenyzők, de ezt mi direkt így akartuk, hogy egy nehéz pandémiás év után ne egyből, azért nálunk vannak hegyek, próbáljuk meg megoldani. Ez a vásárhelyi indulás gyakorlatilag magának ennek a bővítésnek is szól, hogy akkor ha már bővültünk, innen induljunk. Nyilván ez egy szép szakasz, tehát a Vásárhely nyárát szered, a Szobáta rész, ez egy könnyen megbiciklizhető, láthatjuk, hogy nagyon sok amatőr is ezt nagyon sokszor megteszi. A körversenyen 20 csapatára rajthoz 4 kontinentális, 12 klubcsapat és 4 válogatott, nagyjából 130 versenyzőből áll a mezőny. A körverseny alatt útkorlátozásokra lehet számítani azokon a településeken, amelyek érintik az útvonalat. Több versenyen részt kell vegyél, ott jól kell teljesítsé, ahhoz, hogy a válogatott edző lássa, hogy jó most a formát, tehát hogy jól érzed magadat, és akkor beválogatnak. Hát én szerintem ilyen 3 hónap alatt biztos bicikliztem ilyen 4500 kilométert specifikus edzéssel, ahhoz, hogy megkaptam ezt az esélyt, hogy itt lehessek a válogatottan. Az idei első szakaszt Marosvásárhely központjából indították, az érkezés Székelyudvarhelyen van. A holnapi második szakaszon Csíkszeredába hajtanak be a versenyzők. A harmadik szakasz Sepsiszentgyörgyről indul, a cél pedig szintén a város központjában lesz. A negyedik szakasz során Csíkszeredából indulva számos településen áthaladva a város főterére érkezve zárul a verseny. A székelyföldi kerékpáros körverseny történéseit az Erdély Magyar Televízió közvetíti. Minden este 10 órától az aznapi szakaszról összefoglalóval jelentkezünk. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. A viszontlátásra!